A nevem Lua Ebrahimzade, Budapesten nőttem föl, és ott lakom. Művésznek definiálnám magamat, mert kiskorom óta mindig nagyon szerettem rajzolni, és festeni, és énekelni, és nagyon vonzott az egész. Anyukám egy táncos volt 8 évig, apukám pedig építészmérnök, és ő imádott rajzolni. Testvérem pedig nagyon szeret könyveket írni. Ők is nagy hatással voltak rám ilyen téren. A művészetem belül én nagyon szeretem a festészetet, a versírást, dalokat is szoktam írni, és az éneklést is. A festészetben az absztraktot szeretem legjobban, mert még amikor nézek festményeket is, akkor azok inspirálnak legjobban. Szerintem, hát, ami körülöttünk van, azt már látjuk, és inkább olyat szeretek alkotni, amit nem lehet látni, hanem az csak a kreativitásunk tud kihozni, meg az érzéseink, és hát igazából a fantáziánkat használjuk arra is így. A festészetemben is előfordul, hogy verseket írok, vagy dalokat. Lehet látni rajtuk az írást is, de mindig úgy szeretem írni őket, hogy ne lehessen elolvasni, de vannak olyanok, amiket igen. Amikor 16 éves voltam, akkor gimnáziumban már egy ideje írtam verseket órákon, amikor inspirált a tanár valamit mondott fizikából vagy matekból, és metaforaként fogtam fel, és tudtam, hogy valahogy használni szerettem volna valamilyen írásban. 18 évesen pedig kiadtam egy verses kötetet, még amikor gimnáziumban voltam angolul. Azelőtt pár hónappal pedig volt egy kiállításom a festményeimmel. Ebben a szüleim nagyon támogattak, a családom, meg a barátaim is, és nagyon is inspiráltak ő is. Ahogy említettem, hogy még ha nem minden nap csinálják, ők is nagyon azt mondanám, hogy művész lelkük van. Amikor 14-13 éves voltam, akkor volt egy fiú, aki nagyon tetszett nekem, és nem tudtam elmondani nekem, mert ő egy közeli barátom volt, és nem éreztem, hogy lett volna értelme. És ezért arra gondoltam, hogy leírom inkább az érzéseimet, és 6-5 évesen kaptam egy MP3-at a nagybátyámtól, és imádtam zenét hallgatni, amikor tudtam. Ezért elkezdtem gondolkodni egy dallamon is, és hallottam valamilyen dallamot, és annyira megtetszett, hogy elkezdtem énekelni, és hogy csináltam egy dalt igazából, és jobban is jobban előfordult, hogy voltak szavak és dolgok, amit szerettem volna mondani, de nem éreztem, hogy helyes lett volna, vagy ki tudtam volna mondani, vagy lett volna bátorságom hozzá, szóval inkább egy dalba írtam bele, vagy metaforikusan, vagy szimbolikusan, vagy valamikor nagyon sok szeretet volt bennem, és nem tudtam pontosan, hogy kifejezni, és ezért verseket írtam, és akkor ahhoz írtam dallamokat. Ez mindig nagyon boldoggá tett, és megnyugtatott engem, hogy még ha nem is tudtam kimondani, vagy megosztani valakivel, akkor tudtam valamit gyönyörűt csinálni erős érzésekből. Két éve érettségiztem, és azóta 2 évet arra szántam, hogy önkénteskedjek, és ezen az úton rájöttem, hogy engem a pszichológia nagyon érdekel, és a művészetet is, ahogy említettem, nagyon szeretem, és ezért a művészeti terápiát szeretnék, abba az ágba szeretnék bemenni, és jövőre fogok majd az első évemet elkezdeni. Voltak tanáraim az általános iskolában, akik mindig nagyon motiváltak, és nagyon sok szeretetet mutattak irántam. Szóval én mindig nagyon érzékeny voltam, vagy vagyok, nem tudom, hogy mondjam pontosan, és nem tudtam mindig kifejezni az érzéseimet, és valamikor azt éreztem, hogy annyira sok van bennem, hogy felrobbanok, vagy nem tudom, mint egy pohár, ami túl van öntve. És
ezért, amikor hazajöttem, akkor jó érzés volt, hogy ezt a sok érzést valamibe bele tudtam rakni. Vagy leültem a zongoránál, vagy gyorsan a szekrényből kivettem a festőkészletemet, és csak a földön festettem a papíron, vagy bármin, amint tudtam. Legalább azt éreztem, amikor nehéz időszakjaim voltak, hogy a szomorúságból és a fájdalomból és a nehézségekből valamit tudtam alkotni, amivel lehet, hogy tudtam másoknak segíteni, meg magamnak is, és jobban tudtam kapcsolódni önmagamhoz. Én mindig abba gondolok bele, hogy a környezettudatosság az nem egy dolog, ami hirtelen csak van, hanem figyelnünk kell egymásra, és a ilyen téren a médiára is, mert jobban és jobban a média mutatja, hogy hogy tudunk jobban segíteni a környezetünknek, és szerintem a kis dolgok, amit csinálunk napi szinten, azok nagyon nagy hatással vannak. És mindig arra szól, hogy ilyen nagy projektet kell csinálni, mert valakinek nem fér bele az idejében. De ha például figyelünk arra, hogy újra hasznosítunk otthon, amit mi szoktunk itt csinálni a szobatársammal, vagy ha tudok, akkor inkább használt ruhaboltokba szoktam bemenni, mert annyi ruha van a világban, és hogy nem egy olyan cégnek adom a pénzt, ami nem viselkedik a legjobban gyerekekkel, vagy még felnőttekkel is, és nekem az is jó, és nem számít annyira, hogy új-e vagy nem. Szerintem, ha több beszélgetés lenne a fiatalok közt, mert ugye a fiatalok fogják ezt a világot majd, ők lesznek majd a felnőttek. Jobban figyelnének a tanárok is, meg a nevelők, hogy ez egy nagyon fontos beszélgetés, hogy mit tudunk csinálni, mire kell odafigyelni, és nem hanyagolni ezt a témát. Vagy amikor elmegyünk bevásárolni, ez egy kis dolog, akkor nem kell mindig a zöldséget még egy műanyag szatyorba belerakni, hanem lehet a kezedbe is fogni, vagy valami máshoz otthonra egy táskát, és abba belerakni, és vagyis én ilyen kis dolgokat próbálok csinálni, és olvasni, hogy még mit tudok csinálni, hogy jobban segítsek a Földnek, hogy a következő generáció is ugyanúgy ki tudja menni sétálni, hogy jó idő legyen. Igazából a Mónival úgy ismerjük egymást, hogy egy közösségben vagyunk, a Bahá'í közösségben, és ott pár hónapja egy konferencián voltunk, és megkérdezte tőlem, hogy szeretnék-e így egy kollaborációt csinálni, és én nagyon meglepődtem, és nagyon-nagyon boldog voltam, mert ebben az évben pont nagyon sokat gondolkodtam arról, hogy hogy tudnám a festményeimet és a művészetemet jobban így a világba kiadni. És olyan volt, mintha Isten meghallotta a kérdésemet is. Kaptam egy gyors választ rá, és nagyon meghatott, hogy rám gondoltak, hogy én tudnék valami olyat adni, ami segíthetne másoknak, vagy csak igen, nem tudom, nagyon meglepődtem, és olyan-nagyon jól esett, hogy rám gondoltak, és nagyon hálás vagyok. Igen. Az egyik ilyen nagyobb tervem, amit pár éve már tervezek, az, hogy egy albumot kiadjak, mert már több száz dalt írtam, de még nem tudtam összerakni pontosan, hogy melyikeket szeretném kiadni. Már van egy Spotify-on, meg ilyen Apple Music, meg ilyen platformokon kim vannak pár dalaim, de szeretnék egy egész albumot, mert szerintem egy album az nagyon más, mint kiadni csak egy dalt, mert az olyan, mint egy történet, vagy egy könyv. Amikor például én hallgatok egy albumot, akkor az olyan, mint egy szakasz annak a zenésznek, embernek az élete, és meghallgatom a szakaszait, amin átment, és nagyon érdekes egy másik ember tudatosságába, vagy agyába benne lenni ilyen téren. Szerettem volna egy olyan verses kötetet írni, amiben a festményeim egy vers mellett lennének, szóval így mindkettő művészetfajta benne lenne a könyvbe. Szóval azt szívesen megcsinálnám, és
A másik könyv, amin most dolgozok, az pedig inkább egy novella, vagy egy regény. Még nem döntöttem. Nagyon mély emberi érzésekről szól, és még nem tudom pontosan, mi lesz, de ezt majd a következő pár évben ki szeretném adni. Minden ilyen zenei platformon elérhető vagyok igazából, a Spotify-on, meg Apple Music, Deezer, ilyeneken, és Instagramon szoktam kirakni verseket is, meg képeket a festményeimről valamikor. Ezen a kettő helyen meg lehet találni a alkotásaimat.